Sziasztok gyerekek, kedves szülők, titeket is sok szeretettel köszöntelek itt az Aprók Tánca kézműves asztalánál. Azt hiszem, hogy ez az az adventi alkalom, amit mindannyian legjobban várunk, én is és ti is. Ez pedig a mézes kalácssütés. Most egy nagyon bevált, jó kis receptet fogok veletek megosztani, hogy otthon is el tudjátok készíteni a tésztát. Tudjátok, amikor együtt dolgozunk, akkor előre begyúrom már a mézes kalács finom, illatos tésztáját. Most is így tettem. Viszont nektek most otthon el kell készíteni ezt a tésztát, és ne csüggedjetek a legnagyobb móka tésztát gyúrni. Már is mondom nektek a receptet, az összes hozzávalót. Szükségetek lesz 1 kg lisztre, 4 dl porcukorra, 2 kávéskanál szódabikarbonára, 2 kávéskanál őrölt fahéjra, 2 kávéskanál szegfűszegre, őrölt szegfűszegre, egy csipet sóra, 10 deka zsíradékra, ez lehet vaj, margarin vagy zsír, 3 egész tojásra, és 2,5-3 deciliter finom édes mézre. Először a por formájú alapanyagokat tegyétek egy tálba, és keverjétek el jól kanállal. Utána morzsoljátok bele a zsiradékot, én vajjal készítettem a tésztát, majd a közepébe egy mélyedést készítsetek, és abba üssétek bele a 3 tojást, és csurgassátok bele a mézet. Jó alaposan gyúrjátok össze. Eleinte még nehézkes lesz, picit nehezen áll össze a tészta, de a kezetek melegétől szépen a tészta is egy kicsit melegebb lesz, a zsiradék, a méz sokkal inkább ragadósabb, és össze fog állni a tésztátok. És aztán nézzük, hogy mire van még szükségetek ahhoz, hogy finom, illatos mézes kalács kerüljön az asztalra. Előkészítettem itt az asztalon sok mindent. Először is egy gyúródeszkára, egy nyújtófára, mézes kalács kiszúró formákra, sokfélét készítettem, mindegyikből tudunk majd nyomkodni mézes kalácsot. Kell egy kis tálba liszt, hogy ne ragadjon a tészta, egy tojás, az evőeszközök, és látjátok, hogy a két tálba jó kis formájú magokat készítettem. Ez a díszítéshez lesz majd. Készítettem egy szitát, azért az én nagymamám mindig átszitálta a lisztet, kiszitálta belőle azt, ami nem odavaló, és egy picit fellazította, levegősítette. Ha gondoljátok, ti is szitáljátok át a lisztet. És akkor lássunk hozzá a sütéshez. Előkészítettem már a mézes kalács tésztát. Az első dolgunk az lesz, hogy kinyújtjuk. Egy picit ragad a tésztánk, mindig ragadni fog, ezért elővigyázatosságból a deszkát belisztezem. Jelen pillanatban ne sajnáljátok a lisztet. Ahhoz, hogy ne ragadjon, ahhoz erre mindenképp szükségünk lesz. Az én tésztám egy kicsit ragad jelenleg, ezért enyhén átgyúrom. Teszek alá még egy kis lisztet, a sodrófát is lisztezem egy kicsit, és megpróbálom kinyújtani. Fölülről kezdem, és szépen mozgatom rajta a nyújtófát. Egy picit elfordítom. És nyújtom tovább. Egy olyan 3 mm vastagságúra nyújtjuk a tésztát. Érdemes kiszúrás előtt egy picit megmozgatni a deszkán, tudjátok, ne az legyen, hogy kiszúrjuk ezt a szépséges csillagot, és leragad a deszkára. Megmozgatom, és elkezdem a kiszúrást. A formának van egy legömbölyített fele, és van egy élesebb fele. Úgy dolgozzatok, hogy az élesebb fele legyen a tészta fele. Tudom, nagyon nagy a kísértés, hogy a közepére formázzunk egy csillagot, de próbáljatok meg helytakarékosan dolgozni, minél több mézes kalácsot tudjunk egy kinyújtott tésztából elkészíteni. A szélén kezdem, lenyomom, picit megmozgatom, és már kész is az első csillag. Készítek még egy csillagot, lenyomom, megmozgatom, és fölülről kinyomom. Készítek egy szívecskét,
meg még egyet, és egy betlehemi csillagot. Na jó, csináljunk még egy betlehemi csillagot. Egyelőre ennyi elég is lesz, ezt a tésztát félreteszem most, és meg is mutatom nektek, hogyan díszítsük. Maradék tésztát, ezeket a kis leeső darabokat szépen gyúrjátok gombócba, és utána újra nyújtsátok ki, és formázzatok belőle finom, illatos mézes kalácsokat. A díszítéshez magam elé veszem a mézes kalácsokat, a tésztákat, és szükségem lesz egy tojásra, amit felverek. Felverjük a tojást, és ez a tojás ragasztóanyagként fog szolgálni nekünk a díszítéshez. Akár tésztahurkát fogunk rögzíteni vele, akár magokat. El is készültem vele. Egy ecsettel, vagy tollal, lúdtollal bemártom a tojásba, megkenem a mézes kalácsot, és választok hozzá olyan magot, amivel szívesen díszítem. Ahogy az előbb mondtam, ragasztóként funkcionál most a tojás. Bátran dolgozzatok, díszítsétek szépségesre ezeket a mézes kalácsokat. Ha apróbb magokat szeretnétek, akkor mindenképp érdemes egy fogpiszkálót előkészíteni, és azzal a magukat a helyükre igazítani. Látjátok, hogy én most napraforgó maggal dolgozom, meg az alján egy nagy tökmagot, egy aljára egy nagy tökmagot tettem. Találtok még itt mazsolát, mogyorót, lenmagot és fekete szezámmagot. De rátokban bízva, hogy mivel díszítitek ezeket a mézes kalácsokat. Egy betlehemi csillagot is elkészítek, tojással megkenem, mogyorót teszek a végére, és egy pár napra forgó magot a csillagra. Mutatok nektek még egy technikát ezen kívül, hogy hogyan is lehet díszíteni a mézes kalácsot egyszerűen és szépen. Az összegyúrt gombócunkból lecsípek egy kicsi darabot, és kinyújtom. Egy kis hurkát készítek belőle. Megpróbálom egyenletesen kinyújtani, és ugyanúgy járok el, ahogy az előbb is. Szépen lekenem a mézes kalácsot, ettől fényes is lesz, és szépen ragad hozzá a tészta. Nézzétek csak, ezzel a hurkával szépen a szélét kikontúrozom. A másik felét is, és én a végét szépen becsavarintom. Már is elkészült a mézes kalácsunk, mehet a tepsire, és betoljuk a finom, jó meleg sütőbe. Megsütjük, és utána az illatos mézes kalácsokat el is fogyaszthatjátok. Amikor elkészült, szép aranybarnára sül, és illatozik a szobában, az asztal dísze is lehet, de szerintem kóstoljátok meg őket. Jó sütést kívánok nektek!